A Kreml, 1922. áprilisa. Anyám az új szovjet nőtípushoz tartozott. Terhesége alatt is tovább dolgozott. Elvtárs, lehet, hogy le kell állnunk a történelem csinálással, mert nincs, aki feljegyezze. Nem kell aggódni. Úgyis át lesz írva az egész. Elvtársak, ma egyetlen napi rendi pontunk van. A titkárság. Hogyan javíthatnánk a munkáját? Mi a baj a munkájával? Gyorsabban bővülnek a funkciói, mint a szerkezete. A pártszervezés gyakorlati problémáiról van szó. A pénzügyek, a személyzeti munka, a kinevezések, a szegény ördögök ott a titkárságon már nem győzik a sok tennivalót. Ez nem gond nálunk a politikai bizottságban, csak némi gondolkodást igényel. Azt hiszem, delegálnunk kéne valamelyikünket a titkárságba. Mint főtitkár. Így közvetlen kapcsolatunk lenne velük. Mit szólna hozzá Trocki elvtárs? Ne rakják rám ezt a terhet. Inkább egy összvérre. Mondjuk Sztálinra. Hagyjuk a személyes megjegyzéseket. És magát, Zinovjev elvtárs? Érdekli a feladat? Én Sztálint javaslom. Kamenyev? Én is. Sztálint. Elfogadja a Sztálin elvtárs? Ha senki más nem vállalja, majd én. Igen. Nagyon köszönöm. Beszélhetnénk valami másról, Lenin elvtárs? Tessék. Vége a háborúnak. Új korszak kezdődött. A rendőrségnek is meg kéne változnia. De még mindig azt csinálják, amit akarnak. Még mindig terrorizálják az embereket. Buharin elvtársnak igaza van. Gátat kell szabni a brutalitásnak. Bár a forradalom elvtársak nem lehetséges terror nélkül. Milyen mű készül ott? Egy kis rajz. Ha, 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 ha